Nagyon-nagyon-nagyon sok érdekes dolgot csinálnak benne. Na nézzük. Például három buzogányt rúgott egyből karikával az elején. Itt pedig belelép a másik karikájába, és átveszi a körzést. Azt a... Két versenyző három buzogányt rúg föl. Egyébként ők csinálták legelőször ezt, hogy a buzogányt, a karik, vagy a karikákat a buzogányt. Csodálkozom, hogy nem az oroszok találtak ki valami újdonságot. Az olaszok nagyon erős csapat, nemzet. Ez direkt kánonban van, egymás után. Itt pedig direkt lepattintva kapták el a karikát. A középső versenyző nagyon szépen kapta el. Négy buzogány dobott egy spárgaugrás alatt két keresztbe. Irányba, négy versenyzőnek külön. Azt mondom, nekem ezt tetszett eddig a legjobban. Nagyon-nagyon jó gyakorlás volt. És innen ma is Stuttgartból jövő hónapban csak 12-en mehetnek az olimpiára. Hát ott ők a második helyen végeztek. Tehát azért nagyon-nagyon ott vannak. Az oroszok persze rontottak, a negyedik helyen zártak, de például Bulgária volt az első ezen a világbajnokságon. Igen. Bulgárok is nagyon erősek csapatban. Nem is tudok mit hozzátenni, tehát ez érdemes, ez minden pillanata élmény.